Zaszkod Péterrel beszélgetek, és tegeződhetünk, remélem, nem úgy is tegeződünk. Igazából az az, ami engem érdekelne, hogy leszereltél a rendőrségnél jó pár éve, pontosan mikor? Hát most 10 éve már, 2002-ben. És tulajdonképpen az is érdekelne, hogy miért döntöttél így, és hogy azóta hogy alakul az életed, mivel foglalkozol, miben változott azóta az életed, és hogy néz ki egy napod? Akkor majd segíts légy szíves, mindig kérdezzél bele, mert most majd belemérnek, meg elkezdem beszélni. Hát a leszerelésem az egy ilyen hosszan tartó folyamatnak volt a vége, amikor már annyit dolgoztam és annyit foglalkoztam gyilkosságokkal, hogy éreztem magamon, hogy egy kicsit kezdek belefásulni. És ezt ugye az ember észreveszi, és akkor ugye el kell kezdeni gondolkodni azon, hogy olyan jó-e, hogyha gyilkosságok között, ami persze nem helyes, különbséget tesz, mert tudom, nem akar kimenni minden helyszínre, majd a kollégáim elmondják. Mert sokáig úgy működött az én életem, hogy minden gyilkossági helyszínen ott voltam, és mindent egyedül akartam irányítani. Ami nem biztos, hogy szerencsés, de hát az ember szerette, imádta, meg akarta oldani. És aztán eljutottam oda, hogy már szabadságra is el tudtam menni, meg hagytam, hogy a helyettesem vezényeljen egy helyszíni szemlét. Csak úgy éreztem, hogy lehet, hogy most már kezdek egy kicsit telítődni. És az egyik oldala volt. Másik oldala pedig, hogy az én szerepem egy érdekes szerep volt a rendőrségen belül. A rendőrségen belül egy középvezető voltam, és ahogy kiléptem a rendőrség épületen kívülre, akkor idézőjelben egy sztárzsaró, akit a média és az emberek szerettek. És ezért ez a kettő egymást ütötte, főleg a rendőrségi híre archiában nem fért bele, és ezt úgy éreztem, és úgy elkezdődött irányomban egy ilyen bizalmatlanság, amit azért nehéz volt kezelni, mert soha nem éreztem magam a rendőrségen kívülállónak, bár tény és való, hogy szerettem és imádtam a szerepléseket, mert azt gondoltam, hogy nincs benne titok, azt gondoltam, hogy hadd lássák az emberek, hogy létezik egy gyilkossági csoport, van egy rendőrség, ahol ilyen srácok dolgoznak az én irányításommal, de azért ezt nem szerettem volt a rendőrségnél. És ez a kettő ugye együtt találkozott, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor nem küzdök itt az elemekkel, hanem akkor eljövök a rendőrségtől, és megpróbálom a civil életet, a civil létet, hogy az milyen. Hogyan? Vagy miért fásul be az ember abba, hogyha a sok gyilkosságot? Tehát milyen szempontból? Hát azért gondold végig, hogy... Milyen hatással van az ember lelkére az, hogyha minden nap gyilkosságokat lát? Megváltoztatja. Tehát hogy elindul egy folyamat naponta, vagy hetente találkozol a legsúlyosabb bűncselekménnyel, amikor megölnek egy embert, ott vagy a helyszínen, aztán leülsz egy családdal, leülsz egy környezettel, akik elvesztettek valakit, akik mérhetetlen bánatot okoz, tönkretesz életeket a gyilkos, és ezen nap mint nap találkozol. És aztán van egy másik oldala is, hogy aztán elkezded felderíteni, és az alvilág legkeményebb és a legmocskosabb, a legmélyebb részeibe kell belemenned, hogy a gyilkos megfog, ahol szintén különböző hatások érnek. Ezeket kéne valahogy kezelni, aztán akkor, amikor leteszed a lantot és hazamész, hogy egy normális emberré válj és újra elkezdjél dolgozni, ami egy bizonyos idő után nagyon nehéz. Állandó pörgésbe, vagy állandó feszültségbe, vagy a léted az egészen cigány lét, a rendőrségnél már állandó jön a telefon, meg mész, meg dolgozol, és ez a kettő, ez a kör, ez azért ront az embernek a lelkén. Tehát ha csak azt veszem, akkor az én a halálhoz való viszonyom egy nagyon érdekes. Tehát az én családom ki van akadva, én egészen hidegen tudok végignézni, vagy átlépni bizonyos tragédiákon, ami más embert az mellbevág, és azt mondja, atya úristen. És ez azért van, mert 10 évig én ezekkel rendszeresen találkoztam, ez teljesen természetessé vált, és arra meg nem is beszélek ugye, hogy amikor nyomozunk és az éjszakában vagyunk, ami a jó és a rossz hatásokat úgy löki az ember felé, mert ez egy nagyon vonzó dolog egyébként, a bárok, a nők, a pia, a minden, és ugye az embernek egy bizonyos szintig, ha jó zsarú akar lenni, meg jó felderítő akar lenni, akkor ezeket úgy engedni kell, hogy jöjjön feléd, és akkor egy picikért azért részese kell lenni. Most ezek is akkor ott el kell dönteni, hogy hol van a határ, hogy ne lépd át azt a határt rendőrként, ami már a bűncselekmény, vagy ami nem jó és nem a rendőrhöz tartozik. És ezek azért az embernek az agyában és a lelkében okoznak változásokat, úgy, ahogy állítólag a környezetem szerint az enyémben is okoztak. Uh-huh.
Viszont azért azt gondolom, hogyha az ember ilyen munkára, ilyen pályára vállalkozik, amire te vállalkoztál, akkor van egy természetes igénye az izgalomra, az adrenalinra, a feszültségre, a pörgésre, és azok után egy váltás a privát szférába, az meg utána esetleg okozhat egy ilyen hiányérzetet, vagy egy űr, vagy egy nihil, tehát hogy nem hiányzik ez a régi életen? Hát ez is kettős, mert nagyon hiányzott, és évekig, ahogy leszereltem, mindent megtettem azért, hogy visszakerüljek a rendőrséghez, mert egyszerűen nem tudtam kezelni azt a civil életet, ami számomra nem sokat jelentett, mert pontosan, amit mondtál, hozzászoktam ahhoz, hogy az én ítéletem szerint nagyon fontos dolgot csináltam, nagyon önállóan, és nagyon pörgősen, tehát ez egy nagyon érdekes és izgalmas világa a nyomozás, és főleg szerintem a gyilkossági csoport, a gyilkossági zsaru, az egy külön kasztot képez a rendőrségen belül, ami szintén legérdekesebb, de hozzáteszem szerintem. Ezt marha nehéz. Utána, miután eljössz a rendőrségtől, ugyanezt a szintet bárhol megtalálni, és hosszú évek elteltek, amíg egyáltalán odáig eljutottam, hogy azt tudtam mondani, hogy már nem érdekel annyira a dolog, már nem akarom annyira, már nem úgy ülök le a tévé elé, hogy alig vártam, hogy a rendőrségről riport legyen, hanem végig tudtam nézni kívülállóként. De hát az embernek embernek az életében eljön az, hogy egyszer váltani kell. Csak akkor komolyan kell venni, és akkor meg kell próbálni fennmaradni, meg megtartani azt a tartást, vagy azt az emberi dolgot, ami azért ott tart egy másik szakmánál, a régi után. De hát azt gondolom, hogy valahol természetes is, nem biztos, hogy 5 év múlva, ha leszerelek, akkor az már jó lett volna, lehet, hogy egy ilyen teljesen kiégett, teljesen tönkrement ember lettem volna. Uh-huh. És akkor ezek szerint remélhetőleg nem bántad meg? Milyen a mostani életed? Hát most utólag azt mondom, hogy nem bántam meg. Ott, amikor leszereltem, sok idő eltelt, amíg ezt ki tudtam mondani, mert azt gondoltam, hogy igazi hülye vagyok, hogy leszereltem, és ez tragédia. Ezt nem lehet túlélni. De aztán elindult az ember, és akkor egyszer úgy hoztam egy döntést, hogy hát elég már ebből a hattyúdalból, meg már cik is, hogy rosszba zsaru akar lenni, meg írták a sajtóba, hogy ha most ő lesz a zsaru, meg visszamegy, meg minden olyan banális, meg olyan az egész olyan tényleg banális volt, és akkor hoztam egy döntést, akkor itt a pont, és akkor most a maszek világ fele fordulok, és megpróbálok ott elhelyezkedni, vagy ott olyat alkotni, ami kitölti azt az űrt, amit a rendőrség okozott. És most azt mondom így utólag, hogy hála Istennek, hogy létezett egy cég, meg volt egy cég, volt kollégáim cége, ahova aztán beszálltam tulajdonosként, és aztán úgy elindítottuk ezt a 10 évvel ezelőtt ezt a céget egy olyan úton, amit mi saját magunknak egy szakmai utat kijelölve elmondoltunk. És aztán itt megtaláltam azt a adrenalint, meg azt a minőséget, ami aztán ugye elfeledtette azt, hogy én annak idején milyen zsaru voltam. Amit hozzáteszek, nem is kell annyira elfelejtenem, mert hál' Istennek a mai napig is én, ha bárhova megyek, még valaki most is a lezidesnek szólít, és a rendőrségről kérdez, mert valahogy úgy megmaradtam a köztudatban, mint egy zsaru. Ami nagyon jó érzés számomra, csak hát tudomásul kell venni, hogy már nem. De van egy másik lét, ami meg pótolja ezt. És egész pontosan mivel foglalkozom most? Most egy magáncégnek vagyok az egyik tulajdonosa, egy holdingnak, ahol több KFT működik, nyilván vagyonvédelemmel foglalkozunk, ehhez értünk. Környezetemben volt kollégáim, volt rendőrök, vannak, akiket ismerek, és velük csináltuk, meg is alakítottuk ki ezt a cégcsoportot. 90%-ban mi magán nyomozunk, biztosítási nyomozással foglalkozunk nagyon nagyban, az összes mai magyar biztosítónak dolgozunk, ami létezik, és hát ez egy kicsit hasonlít ahhoz, amit az ember rendőrként művelt, nyilván áttérve ebbe a közegbe, ebbe a magánközegbe. De hát ezt meg kell tudni csinálni. Azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon komoly szakma, és ehhez is alakítottuk a mi hitvallásunkat, és azt gondolom, hogy azért is tartunk ott, ahol tartunk, mert ezt így dolgoztuk végig, és így építettük fel. És hogy néz ki egy napod? Például akár a mai napod, vagy a tegnapi, vagy a holnapi? Hát ez egészen polgári. Tehát eljutottam oda, közel az öregségemhez, hogy egészen polgári létem van, tehát meg úgy is élek.
a reggelem az abszolút a családnak szól, több gyerek van otthon, és mindenkinek megvan a feladata, enyém a nagy gyerekünk, aki reggeltől az iskolába szállításig az én feladatom, ha annak vége van, akkor utána elindulok dolgozni, és ez is egészen mindennapos, tehát egy időben indulok és egy időben érkezem a munkájemre, és aztán itt a munkájemen pedig ezer olyan dolog van, ami egy cég működésével kapcsolatos, mint az üzleti tárgyalásoktól kezdve, mint a napi munkám, nyilván az összes probléma, ami a kollégákkal és a munkával kapcsolatban van. Ezeket az én társaimmal, ügyvezetőm, meg tulajdonos társaimmal intézzük, és aztán nagy százalékban az esték mindig otthon végződnek, még időben, mert aztán kezdődik az otthoni műszak, ami szintén a családé. Nekem kisgyerekeim vannak, ráadásul ikrek. Hány éves gyerekeid van? Két évesek múltak el, és ez komoly feladatot ró a családra, mert nem egy személyesek, tehát a feleségem nélkül nem tud létezni, úgyhogy az esteim azok szintén ilyen nagyon kiszámítottak és nagyon otthon ülősek. Most ez az időszak van, de hozzáteszem, hogy azért tudom végigcsinálni, mert volt az a rendőrmúlt, meg az a hosszú évek, amik úgy kiéltem a jövésmenésemet és az izgalmi szintemet, azt mindig tudtam tartani. Azért teljesen nem szakadtál el tőle, mert a beszélgetésünk előtt említetted, hogy azért te abszolút tudod, hogy áprilisban milyen jellegű gyilkosságok vannak az országban, az elmeséled nekem? Hát abszolút tudom, hogy újságolvasó, meg tévénéző ember vagyok, és ott azért nem elkerülhető, mert azért a magam ismertségéből azt tudom, hogy a gyilkosság az egy olyan szintű bűncselekmény, ami mindenkit érdekel. Tehát nyilván gyilkossági zsaruként lehet valaki ismert zsaru, nem tudom, hogy egyébként ha máshol dolgozna a rendőrségi területen, akkor az sikerülne az, ami nekem, míg hogyha engednék neki akkor is, mert nem tudom, hogy mennyire érdekli az embereket másfajta, de ha valakit megölnek, felrobbantanak, lelőnek, vagy bármilyen módon, ez ugye címlapot kap, és ezt mindenki foglalkozik vele és nézi, és az is izgalmas, hogy ezt kideríti fel, vagy hogyan derítik fel. Én is ezért szoktam egyébként megnézni, mert azért az érdekel, hogy a mostani zsarók azok hogy dolgoznak, meg mit csinálnak, meg milyen bűncselekményekben kell dolgozni. És mit gondolsz ezekről az áprilisi gyilkosságokról, amit mondtál nekem is, hogy milyen mi az, ami miatt ezek ilyen extrémebbek és különlegesebbek? Hát igazából ez nem extrémebbek, mert ilyen rendszeresen van. Ennek az egy hónapra eső száma volt érdekes, hogy ez vajon miért. Aztán lehet, hogy ez egy banális véletlen, és ez most így jött ki. És az országban egymástól valamiért az időpontok, ezek függetlenül egymástól így összeértek, hogy egy hónapban ennyi komoly gyilkosság volt. De hát aztán lehet, hogy ha valaki tudományosabban akarja végig gondolni, akkor megér egy vizsgálatot, hogy ez miért alakul ki, és hogy ennek van-e valami mondjuk társadalmi háttere. Mert azért azt tegyük hozzá, hogy ezt komolyan gondolom, ez nem rendőrségi probléma. Tehát az, hogy ennyi gyilkosság van, ezt a rendőrség nem tudja megelőzni, ezt a rendőrség fel tudja deríteni, itt ráadásul ez a rendőrség most, ez majdnem mindéket felderítette egészen hamar. Nyilván volt, amelyik egyszerűbb volt, amelyik komolyan volt a felderítés, de felderítette. Tehát ha elkezdjük ezt vizsgálni, akkor nyilván ennek valami társadalmi okát kell keresni, ha ezt valaki jobban megnézi. Hozzáteszem, hogy nem biztos, hogy meg kell, bár hogyha ennyire összpontosan, meg ilyen nagy számú és ilyen brutális gyilkosságok vannak, akkor ott azért valami van a háttérben, hogy ezt én sem tudom, erre vannak képzett szakemberek, akik ezt meg tudják állapítani, és érdemes rajta gondolkodni, hát ha lehet rajta segíteni. De hát összetett problémára gondolom nagyon. Hát igen, mert igazából a kriminológia egyik alaptétele, hogy a gazdasági helyzetnek, a szociális helyzetnek, tehát a társadalom pillanatnyi helyzetének mindig van összefüggése, vagy mindig van hatása a bűnelkövetőkre, a bűncselekmények alakulására, tehát a munkádban, a gyakorlatban mit tapasztaltál, hogy ez milyen tendenciát mutat? Hát én azért voltam nehéz helyzetben, mert én nem nagyon ismertem a rendőrségen belül, nyilván láttam, de nem nagyon foglalkoztam, hogy egyébként milyen bűncselekmények léteznek, hogy mennyire ment fel a szám, mint egy autólopásnak, vagy betörésnek, vagy ezeknek a dolgoknak. Én egészen szakbarbár módon csak gyilkosságokkal foglalkoztam hosszú évekig, aminek a száma egyszer megugrott, egyszer nem, tehát igazából nehéz volt azt mondani, hogy ennek valami köze van társadalmi változásokhoz, nyilván van. Tehát
ezt én is vallom, hogy nyilván van, de mi nagyon nagy vizsgálatokat nem folytattunk, és nem is foglalkoztam vele, hogy ez most azért van, mert kevesebb a pénz havonta, vagy több a pénz. Egyszer valaki mondta, hogy megérhetési bűnözés. Ez létező fogalom, és nyilván ezt el kell fogadni, hogy van ilyen, bár nem szeretem, mert attól függetlenül ugye nem illik lopni, meg nem szabad bűnt elkövetni, mert éppen nem tudok enni. De hát van egy ehhez hasonló tendencia, kevesebb a pénz, akkor tanulom én a nyugdíjasnak lopnia kell a boltba, ami nagyon kellemetlen, nem lehet megoldani, ez gazdasági kérdés, meg társadalmi kérdés, hogy ezzel mit lehet kezdeni. Tehát igazából, amit mi a gyilkosságban annak idején mértünk, és lehetett mérni, és nem is nekünk, hanem egy másik tudományágnak, az az, hogy a családon belüli erőszak, és ott a gyilkosságokkal végződő veszekedések, azoknak a száma megugrott, vagy nem ugrott meg. Ha ez megugrott, akkor ez mindenképpen intőjel volt arra, hogy valami történik a társadalomban, mert a napi feszültségeket, meg a havi feszültségeket, azt a négy ajtón, vagy az zárt ajtón mögött egy felesége, vagy egy családdal, hogy vezeti le az ember, és ezt le lehet mérni, hogyha kicsit jobb a társadalom helyzete anyagilag, agyilag, és akkor lehetne sorolni az összes hatást, akkor nem jut el oda, hogy egy veszekedésből maximum kiabálás van, vagy mit tudom én, a tányért összetöri, de nem jut el oda, hogy hasba szúrja a feleségét, vagy a feleség a férjét. Ha ez megugrik, akkor ez a feszültség, ez valamiért egyre fokozódik, és akkor viszont oda kell figyelni, hogy ez mi. Tehát ezt a szociológia méri, és nyilván ajánlásokat tesz, hogy mit lehet kezdeni, de hát azért ez egy nagyon nehéz dolog, mert egy csomó dologgal nem tud mit kezdeni a tudomány, mert nem tudja befolyásolni a gazdasági életet, a társadalom létegződését, csak hosszú évek alatt. De hát nyilván attól függetlenül ez egy létező probléma, és oda kell rá figyelni. És szerinted ezeken kívül, amiket említettünk, mi az, ami még, mik azok a komponensek, amik hatással vannak arra, hogy valakiből bűnöző lesz, bűnözővé válik, tehát adott esetben az a környezet, ahol él, de az minden szempontból szociológiailag, vagy az iskola, vagy adott esetben az épített környezet, az épületek lehetnek a hatással rá, illetve a család. Tehát mik azok a szempontok szerinted? Mit láttál jelentősebbnek, vagy minek van nagyobb hatása? Én a gyakorlatban azt láttam, és hangsúlyozva, hogy nem nagyon néztem a mélyére, és tudományosan nem igazoltam, de én azt láttam, és azt gondolom, hogy a család és az iskolai hatásoknak, a környezet hatásának 90%-a köze van ahhoz, hogy valaki melyik utat választja, és mi lesz belőle. Mondjuk itt most egy gyerekről beszélek. Még a népcsoportoknak is köze van, hogy élnek, mint élnek, hogy nevelik a saját környezetükben a gyerekeket. Ha visszakerül a gyerek a környezetbe, ott milyen hatásokat kap, miket lát, és aztán majd mi lesz belőle később. Én azt gondolom, hogy ez 90%-ban nevelés kérdése. És nyilván a többi rész is közre játszik, hogy milyen lehetőségeid vannak, de az, hogy a családból mit hozol magaddal, ott milyen hatások érnek, az megszabja azt, hogy a te életed milyen lesz és merre indul. Ez meggyőződésem, és a gyakorlati munkám során ezt rendszeresen tapasztaltam. Tehát nekünk, én nem hittem abban, hogy majd valamikor a leszármazott valaki bűnöző volt, akkor majd a gyerek is bűnöző lesz. Ez szerintem hülyeség. Tehát aztán lehet, hogy ezzel lehet vitatkozni, de én nem gondolom ezt nagyon komoly dolognak, de az, hogy milyen nevelés kap, milyen hatások érik a családon belül, aztán a környezetében, a baráti környezetében, vagy egy olyan környezetben, ami lakótelepen van, ahol bandáznak, meg ahol különböző személyiségek csapnak össze, és aztán onnan majd ki és hogyan fejlődik ki, ez mindenképpen megszabta azt, hogy valaki melyik utat és mennyire lesz bűnöző vagy nem bűnöző az életben. Voltam egyszer egy pszichiátriai vonatkozású kiállításon, és ott láttam azt, hogy nem tudom mennyire igaz, és ezt szeretném megkérdezni, hogy mi lett a nyomozások végén, kiderült-e valami ilyesmi, hogy az elkövetők általában valamilyen gyógyszer, antidepresszáns, nyugtató, alkohol, kábítószer, vagy bármi jellegű tudatmódosítószer hatás alatt állnak. Tehát, ennek a kiállításnak gyakorlatilag az volt ugye a lényege, hogy egyrésztről ezeket az antidepresszánsoknak ugye a mellékhatásait vagy bemutassa. Tulajdonképpen ez az, ami érdekel, hogy szerinted mindenképpen kell-e valami tudatmódos, vagy szokott-e, vagy jellemző-e, vagy teljesen józan, és
emberek is elkövetnek általában, vagy lehet ezt százalékot mondani? Én ezt gyakorlatból cáfolom, mert mi nagyon sok olyan gyilkossal találkoztunk, aki abszolút tudatosan és megtervezve gyilkolt, és semmiféle tudatmódosító, vagy drog, vagy alkohol nem volt amögött, hogy a szokásosnál kevesebb, vagy több. Tehát nem azért kezdődött el gyilkolni, mert éppen bedolgozta magát is kell. Nyilván ilyen is van, és ilyen is létezik, és a kábítószer függő az sok mindenre képes azért, hogy kábítószert szerezzen, de én azt gondolom, hogy nem ez a legtöbb, hanem nem kell hozzá. Hogyha valaki eldönt és úgy dönt, akkor hideg fejjel ki tudja számítani, és végül is hajtja a bűncselekményt ital és drog nélkül is. Én több ilyennel találkoztam. De nekem te cselekvő képessége teljes birtokában és tudatában, és átlátja a következményeit, és úgy, tehát hogy sem antidepresszáns, sem nyugtató, sem semmi. Nem, én azt gondolom ráadásul, hogy azok a körök, meg azok a csoportok nem is nem ismerik ezt az antidepresszáns fogalmat, se gyógyszerben, sem másban. Tehát ez már nekem túl tudományos, és beszéljünk róla. Biztos van ilyen, és tudom, hogy van, de én azt gondolom, hogy ez elenyészőbb a bűnözők között, aki ilyen befolyással indul el. Szerintem a statisztikát, ha megnézzünk, akkor több lenne az, aki nem. Uh-huh. Én még jogi tanulmányaimból arra is emlékszem, hogy azt állítják, hogy a halálbüntetésnek azért nem lenne visszatartó ereje, mivel egy bűnöző úgy kezd bele egy bűncselekmény elkövetésébe, hogy ő majdnem biztos abban, hogy őt nem kapják el, nem lesz szankció, nem lesz semmiféle büntetés. Ez így van. Tehát ez általában jellemző, hogy úgy indulnak neki, hogy nem félnek semmitől. Ez 99%-ban így van, és ez tényleg így van, és ezért is mondják azt, hogy a halálbüntetésnek a visszatartó ereje az nem annyira komoly, mint maga a vége, vagy a büntetési tétel. Tehát igazából azt szokták mondani, és statisztikák is azt bizonyítják, egynek van visszatartó ereje, hogy olyan mennyire jó a rendőrség és a felderítés, mennyire lehet biztos. Tehát ezt azért végig gondolják. Ha jól működik egy rendőrség, akkor annak több visszatartó ereje van, az attól való félelem, hogy lebukok, mint az, hogy majd mi lesz a büntetésem. Tehát ezt én azt gondolom, hogy nagyon kevesen gondolják végig, amikor elindulnak bűncselekményt elkövetni, hogy vajon ennek majd mi lesz a vége. Pontosan azért, mert úgy gondolja minden bűnöző, hogy őt nem fogják el, mert most már okosabb lesz, meg ügyesebb, mint a múltkor volt, vagy mindenkinél okosabb és jobban fogja majd fedni azt a bűncselekményt, mint más, és a rendőrök majd meg igazi hülyék, akik ezt nem tudják megoldani. Tehát azt gondolom, hogy ez 90%-ban így van. A pszichológiai foglalkozások az elítéltekkel, az mennyire tartja őket vissza attól, hogy még egyszer esetleg bűncselekményt kövessenek el, miután kiszabadultak. Tehát milyen a börtönhelyzet, és mit gondolsz erről? Hát a statisztikák szerint a börtönben lévő elítéltek nagy része visszaeső. Csak nyilván ez mindent elmond. Igazából a börtönben nagyon komoly programok vannak, és nagyon komoly nevelés van abban az irányban, hogy megfelelő iskolai végzettségük legyen a raboknak. Nyilván ez is befolyásolja a kinti létet, hogy mit tudnak, ezen esetleg szakmát kapjanak, és aztán vissza tudjanak illeszkedni a világba. Itt megint az a kérdés, hogy amint kiteszi a lábát a börtönből, milyen közegbe kerül vissza. Tehát ha nem lesz munkája, és ugyanabban a közegbe kerül vissza, ahonnan bekerült a börtönbe, akkor nehéz elképzelni, hogy nagyon változna a kinti lét. Tehát én azt gondolom, hogy ez marhára befolyásolja, hogy kint milyen hatások érik a rabot, és azért azt lássuk be, hogy 90% ugyanabban a tágabb és szűkebb környezetbe kerül vissza, ahonnan bekerült. A börtönnek egy visszatartó ereje van, nyilván azért az elzárja a szabadságot, tehát amit mi megkapunk, ezt a börtönbe korlátozott mennyiségben és minőségben kapja meg a rab. Ami azért valljuk be nem egyszerű, se feldolgozni, se úgy élni a napokat. Aztán nyilván érdekes az ember, és az agy is érdekes, szép lassan hozzálát és rálel le a belső létre, és megszokja, de azért a bezártság az egy nagy visszatartó erő, és az nagyon sok rabnak nagyon sok problémát okoz, de azon kívül nyilván
túlélhető egy börtönlét. Nem voltam még börtönben, hál' Istennek is nagyon szeretnék, de hát azért a példa azt mutatja, hogy túlélhető. Egyet kell valahogy megszokni, a bezártságot, és az ott lévő összezártságot. Tehát ugye ez sem egyszerű. Ez a kettő együtt azért ezt tud problémákat okozni. A börtönpszichológus és egyébként a nevelők ezeknek a finomításán dolgoznak folyamatosan. Tehát programot, munkát és egyéb dolgokat kell a raboknak, mert egyébként bekattannának és sokkal rosszabb lenne a helyzet, mint szabadulásuk vagy a kintlétük alatt. Tehát ez egy komoly probléma, és ezt nagyon nehezen tudják egyébként kezelni, de attól függetlenül nagyon sok visszaeső van, akik megfelelő tudással rendelkeznek a börtönlétről, és végig is, és át is élik, még némelyik még kellemesen is érzi magát, mert hozzászokott, és az agyát tudja úgy irányítani, hogy ez ne jelentsen problémát számára. Igen, ezt szerettem volna kérdezni, hogy ha ezeket a viszonylag nem elhanyagolható lelki aspektusokat kizárjuk, mint a szabadság elvesztés és az összezártság, meg az ehhez való lelki hozzáállás, akkor konkrétan az, ahogy egy rabnak telik a napja egy átlagos mai magyar börtönben, az elég elrettentő-e, vagy elég rosszul érzi-e magát ahhoz, hogy ne akarjon oda többet visszakerülni? Hát azt gondolom azért elrettentő, tehát azért nem akarnak megbukni, meg nem akarnak börtönbe kerülni, tehát azért az nem jó, hogyha az ember ezeket a körülményeket megéri, tehát az is látható, hogy ez azért működik, mert túlélik, és aztán szabadulnak, és aztán megpróbálják élni az életet, tehát abszolút működőképes, de hát vért izzadnak a börtönben lévő tisztek, nevelők és a hivatalos személyzet, hogy ezeket a rabokat valahogy itt megtartsák. Tehát azért ki kell tölteni a napot. És persze ez most hülyén néz ki, meg az ember rosszul érzi magát, hogy ők milyen körülmények között van, mert színes tévé, meg mondjuk kaja van, meg fűtenek rájuk, meg konditerem. Tehát azért azt gondoljuk végig, hogy attól függetlenül nem megsemmisíteni akarják, hanem elzárni a társadalomtól, hogy ne tudjon ártani, és valamilyen szinten, idézőjelben mondom, olyan átnevelni. És ehhez viszont azért körülményeket biztosítani kell, tehát tisztálkodnia kell, ennie kell, és programokkal kell ellátni, hogy ne kattanjon meg. Tehát az a feladat, hogy nem megsemmisít, hanem egy picit nevel, és megpróbálja azt az utat megmutatni a börtön, hogy is lehet élni, hogyha éppen nem bűnöző az ember. És mennyire jellemző az, hogy egy börtönben eltöltött pár év után egy rab egy teljesen más környezetbe kerül, teljesen mással foglalkozik, mint előtte, teljesen más, hogy áll lelkileg mindenhez, és elítéli a bűnelkövetést. Tehát ez mennyire? Ez elenyésző és tisztelet a kivételnek, tehát erre csak azt lehet mondani. Én azt vettem észre, hogy a börtönlét az inkább nagyon sok embernél azzal telik, hogy tapasztalatokat gyűjt, és megpróbálja, ha kiszabadul, úgy elkövetni a bűncselekményt, hogy ne fogják el, de kevesebb az sajnos, aki úgy szabadul, vagy több az, aki úgy szabadul ki, hogy tovább folytatja azt a bűnöző életmódot, amit csinálta a büntetés előtt. Tehát ez egyértelmű, ez látható. Tehát az elég sokan vannak börtönben, és hogyha megnézzük a számokat, hogy mennyi a visszaeső, akkor egyértelmű, hogy inkább egy ilyen tanfolyam a börtönlét, amiben azt tanulom meg, hogy majd okosabb és ügyesebb akarok lenni, mint ami előtte voltam. Véleményed szerint az épületek és az épített környezet az milyen hatással lehet a bűnelkövetésre?